Obama utolsó terve Gyoros Susi bácsinak. Na hát elértünk oda, hogy hát tényleg mindenhol káosz van. Tehát láthatjuk, hogy mi történik a világban. És a terve, ugyebár itt a Deep State-nek, a globalista oldalnak az az, hogy gyorsan megpróbálják még Joe Biden-t bemeríteni a vízbe itt június-júliusig, mert ugyebár nagyon jó volt kezelni, tehát a háttérből itt Obamáik irányítottak mindent, tulajdonképpen ez Obamának volt ez a harmadik négy éve, de erről már nagyon sokat beszéltünk, most már a médiában is ez hangoztatják, sőt a magyar médiában is, hogyha Joe Biden tudna maradni az elnök, akkor ez nagyon-nagyon jó lenne a globalista oldalnak, hiszen nagyon sok mindent lehet csinálni. Na, hát a következő a terv, ugyebár itt a globalista oldalnak, az a terve, és most már mindenki dolgozik rajta, most már nem az van, hogy most én kiadom, hogy ennek így kell lennie, úgy nem. Annyira szarul állnak, hogy most már mindenki padlógázban dolgozik, az idő viszont nagyon kevés. A következő a terv. A tervük az az, hogy június-júliusban Joe Biden-t bedobják egy ilyen mélyvízbe, hogy leteszteljék, hogy ő mennyire fogja ezt az egészet tudni végigvinni, esetleg mi lenne vele a terv, esetleg leszázalékoltatják, esetleg megmondják, hogy véletlenül meghalt, esetleg belerántják egy korrupciós ügybe is leváltják. Tehát az ő erre a részre, hogy lehet leváltani Joe Biden-t, ez tiszta. Tehát azért látjuk, hogy azért nem fethetetlen a Joe bácsi. Viszont nagyon jól lehet Joe bácsit irányítani. Tehát nem, nincs pofája az embernek azt mondani, hogy nem is tudja, hogy hol van, mit csinál. Tehát ez viszont nagyon jó a Deep State-nek. Na hát a következő a tervük. Június-július végéig letesztelik, hogy mit tud, mit lehet ebből kihozni, ha nem tudják. Akkor még mindig van idejük arra, hogy valakit nagyon gyorsan beállítsanak, ugyebár a helyére. Az a terve Obamáéknak, hogy Donald Trumpot azt valahogy elgáncsolják. Most ugyebár van ez az ügy, ami most már egy kicsikét úgy egy kezd kicsit kocifántos lenni, tehát van ez a hashmoney ügy. Az azt jelenti, hogy tehát ez egy olyan ügy, hogy Donald Trump fizetett egy nőnek 135 ezer dollárt annak érdekében, hogy nem mondja el, hogy mik történtek. Ez nem illegális. Tehát ilyen az a neve, hogy hashmoney. Hashmoney számlája az majdnem az összes híres nevezetességnek van, mert éppenséggel félrelógatja be a izét, a szerszámot, azt nehogy kiderüljön, vagy éppenséggel olyan palikkal megy el, akiket nem akarja, hogy kiderüljön a közmédiában, vagy tehát mindenkinek van magánélete, és mindenkinek van egy élete, aki mondjuk ilyen közszereplő, ami a tévében van, és az emberek hülyítésére megy, vagy éppenséggel megjátszásra, vagy filmszerepre, vagy ilyesmi. Tehát mennyi olyan színész van, Tom Cruise-tól kezdve, jó páron keresztül, akire azt mondják a csajok, hogy atya úristen, milyen jó pali, meg ez zamaz, aztán kiderül róla, hogy végül is nem azt a nemet szereti, amelyiket igazából a filmekben mondja. De mondom, itt nagyon sokféle dolog van, amiről lehetne beszélni, hogy mindenki eltitkol valamit. Hashmoney számlája általában a 99%-ának van. De mondok egy másik példát, ha te mondjuk az Egyesült Államokba bepereled most mondok valamit, a Walmartot, vagy bepereled mondjuk a Home Depotot, vagy bárkit beper, bármit nagy céget beperelsz valamiért, akkor a nagy cégek azok azt mondják, hogy figyelj, de inkább kifizetem neked készpénzbe, és akkor felejtsük el az ügyet, mint hogy elkezdjen pereskedni, mert ugyebár a pereskedésnél aki ugyebár az ügyvédje ennek a nagy cégnek, az azt mondja, hogy figyelj ide, te egy nagy cég vagy 50-60-70 ezer dollár, vagy 100 ezer dollár, vagy 200 ezer dollár, az sem biztos, hogy a cég meg fogja nyerni ezt az ügyet. Tehát itt van egy-két ilyen magyar ember, aki beperelt nagy cégeket, és akkor elment magyar ügyvédhez, mert az ezt csinálja, és akkor Magyarországot tapsolunk, hogy milyen jó ez a magyar ügyvéd, aztán közben azt csinálják, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, hogy igazából azért, mert jogos vagy nem jogos, de nagy cégektől pénzeket vesznek le. Na, szóval, és a lényeg az egésznek, hogy ez a hashmoney ügy, ez be kellett, hogy tegyék, mert az első ügye Donald Trumpnak az egy misdemeanor ügy, és az már
el is halt volna, tehát már nem lehetett volna előhúzni. Viszont, hogyha a misdemeanor ügyet hozzá tudják kapcsolni egy felonihoz, ami bármilyen felonihoz hozzá tudják kapcsolni, hogy a pénzt a misdemeanorből, amit New Yorkban elkövetett, hogy esetleg túlárazta az ingatlanjait, és ez a pénz esetleg belevándorolt a választásba, vagy a választási pénz esetleg tovább került valakinek ilyen hash money pénzzel, ugyebár a számlájára. Tehát össze kellett egy szabálysértést, ami már lejárt, már nem lehetett volna tárgyalni, össze kellett hozni egy felonival, tehát egy bűncselekménnyel. Na már most ez egy ugyebár esküdszékes ügy. Tehát az esküdszéket befolyásolni kell azzal, hogy megmondják, hogy Donald Trump egy rossz ember. Na idáig volt ugyebár két tanú, és az azért mondom el most már az elmúlt pár videómban, mert nagyon fontos dolog. Az egyik tanú egy pornosztár, aki úgy kicsit előadta jobban magát, kicsit elszínészkedte magát. Hát az eléggé nem... végignéztem, eléggé nevetséges volt, illetve nem végignéztem, hanem igazából végig hallgattam, amit az ott levő emberek utána elmondtak nagy vonalakba az interneten. Aztán utána meg volt ez a Donald Trumpnak ez a volt ügyvédje, aki megint egy elég fura, na most úgy indult, hogy egyből elkezdte mondani, hogy jó, azt a Donald Trumpot azt le kell sittelni, és megint előadta magát, és amikor arra került a sor, hogy akkor hol van a telefonbeszélgetés, ami fel van véve, az kiderült, hogy nincsen telefonbeszélgetés. Nem is volt telefonbeszélgetés, sőt, mi több, ez egy hazugság volt. Tehát nincs ügy. Tehát nincs ügy. Tehát nincs ügy. És akkor itt az egésznek az lenne a lényege, hogy bűncselekményt kellene hozzá csatolni, ugyebár a szabálysértéshez. Na most nincsen bűncselekmény, mert a hash money az nem bűncselekmény. Tehát bárki fizethet bárkinek, ha ír egy szerződést, hogy ne beszélj erről. Tehát ilyen már történt több emberrel, ilyen már történt velem is, ilyen már történt mással is az Egyesült Államokban, hogy valaki esetleg vagy adott pénzt, vagy kapott pénzt annak érdekében, hogy ügyről ne beszéljen. Tehát ez nem egy bűncselekmény, tehát igazából nincsen ügy. De már a New Yorkba levő bizniszemberek is azt mondják, hogy azáltal, hogy valaki esetleg az ingatlanját feljebb értékeli, amikor felveszi rá a hitelt, és utána mennek az embernek, hogy hova költötte azt a pénzt, amit utána legálisan visszafizet a banknak, és mindenki nagyon boldog, mert a bank is megkapja a pénzét, a pali is kifizette a pénzt, tehát nincsen károsult, hogy utána még esetleg a New Yorki bíróság utána megy valakinek. Tehát az ott levő bizniszmenek is azt mondják, hogy várjál már egy kicsit, akkor most, hogyha New Yorkban ilyeneket csinálok, akkor utána fognak jönni. És New Yorkban is láthatjuk, hogy Donald Trump oldalára áll a mérleg. Nem lehet Donald Trumpot megfogni, hogyha eljut a választásig, nem lesz esetleg kinyírva, nem lesz esetleg más dolga, de most látjuk ezt a merényletes dolgot, ami történt, erre is majd mindjárt visszatérek egy pár szó erejéig. Szóval nem lehet megfogni Donald Trumpot, és volt már ugyebár ugye, utána kiállt a közvélemény elé, és megmondta azt, hogy srácok, nagyon köszönöm mindenkinek, és köszönöm szépen a feljebb viteli bíróságnak, vagy éppenséggel köszönöm szépen, aki felmentette, mindenkinek megköszönöm, de teljesen normálisan, nem lehet belekötni a paliba. Szóval, ha ez az ügy nem fog megállni, már pedig én szerintem ez megint nem fog megállni ez az ügy, de mondjuk ez teljesen kohos ügy, ha ez nem fog megállni, akkor nincs más, csak a debate, tehát a két elnökjelöltnek ki kell egymást hívni, ugyebár arról volt szó, hogy a CNN-en fogják kihívni, most itt azért nem akarok megint neveket mondani, nehogy a Hillary Clinton megsértődjön, ugyebár Hillary Clintonnak van egy ilyen fekete listája, van 700 valány ember volt rajta, tök véletlenül meghaltak sorban az emberek. Na, szóval Hillary Clinton is már ment egyszer egy ilyen debate-re Donald Trump-al a CNN, meg az MSNBC közvetítette el, azt olyan érdekes volt, hogy mint kiderült. Mindig azt mondják, hogy jaj, hát itt senki, ez olyan szigorú, hogy senki nem kaphatja meg ugyebár a kérdéseket, minden. Ez érdekesen Hillary Clinton megkapta előre a kérdéseket. Azt még így is beégett. Na valószínű, hogy
Joe Biden, hogyha eljut oda, biztos, hogy meg fogja kapni a kérdéseket, sőt, még a válaszokat is meg fogja kapni. Sőt, ha egyáltalán ő fog elmenni, vagy a fülébe mondják, vagy hogy fogják tudni összerakni. Tehát mondom, itt a globalista oldal, a Deep State oldal, az nem véletlenül tartja Joe Bident ilyen Jolly Joker játékosba, hogy jó az is, hogyha teljesen hülye, mert akkor le lehet írni, meg jó az is, hogyha fel tud olvasni dolgokat, mert még nem tudják, hogy mit akarnak a jövőben. Ez az USA-s választásról szól, és Ukrajna szarul áll. Nagyon-nagyon szarul áll Ukrajna, srácok. Tehát ez azt jelenti, hogy itt, erről beszéltünk már többször, hogy itt Putyin be akarja azt bizonyítani, hogy itt azért rossz oldalra tettek ezek az emberek, és most már láthatjuk azt is, hogy az oroszok azért Kalifornia partjainál is azért hát, hogy mondjam, tehát csinálnak, hogy mondják ezt, katonai, nem is őrjárat, tehát hogy csak elmegyünk arra fele, aztán esetleg valami hadgyakorlatot csinálunk, vagy nem csinálunk. Ez mind az, hogy kicsit ugrassuk a másikat, kicsit baszogassuk a másikat. Az Európai Unió az választások előtt nem hiszem, hogy fog bármit is csinálni. Ezt már elmondtam. A NATO megint nem fog tudni semmit csinálni, mert a NATO az azon kívül, hogy van irdatlan mennyiségű fegyvere, olyan gyenge, mint a harmatos libafing. Hónapokkal ezelőtt, akkor, vagy évvel ezelőtt még akkor lehetett volna, de nem. Tehát itt az a terve a globalista oldalnak, hogy valahogy Trumpot elgáncsolják, utána odarakják a másik oldalra esetleg Obamánét, és akkor Obamáné megy, de nem tudják, tehát nem fogják tudni az Egyesült Államok gazdaságát megmenteni. Bármi történik, ez már halott lesz az Egyesült Államok gazdasága. Figyeljetek, az internetre felmentem, most nem mondom, hogy micsoda, valamit vettem idáig $6.90, most az interneten ugyanaz, az $9. Meg $10. Tehát fenn vannak az árak, és az USA-ban ezt megérzik. Le kell vinni az USA-ban az árakat. Az USA most, hogyha esetleg ezt a választást még valahogy Obamáig megnyerik, akkor a következő az lesz, hogy Venezuela. Közel van Venezuela, egyszerű lerombolni, el lehet menni, le lehet nyúlni az olaját, az energiáját, esetleg meg lehet dönteni a rendszert. Most az más kérdés, hogy ki fog odaállni melléjük segíteni, vagy ki nem, de hogyha ezt a választást Obamáik megnyerik, akkor nekik energiát kell szerezni. Márpedig a BRICS országokon keresztül képtelenek lesznek egyszerűen semmi energiát, az OPEC országokon, BRICS országok keresztül nem fognak tudni energiát szerezni. Most láthatjuk, hogy a kínai miniszterelnök az elment ide-oda-amoda. Ezek nagyon nagy biztosítások voltak arról, hogy melyik országok, akik össze fognak fogni. És ezek az országok igenis, tehát látjuk, a SWIFT rendszerből kilöpték az oroszokat. De hát a kínaiaknak van olyan rendszerük, ami sokkal nagyobb. Akkor láthatjuk azt, hogy itt az oroszokkal szemben mindent megtesznek annak érdekében, hogy az oroszok ne menjenek tovább az ukrán háborúban. De látjuk, hogy menetelnek előre az oroszok. Nem azt mondom, hogy végig el akarják foglalni Ukrajnát, de én szerintem Kijevig el akarnak jutni. Látjuk azt, hogy az oroszok azért megmondták, hogy békét akarunk, írjuk alá a szerződést. Zelenszkinek lejár a szavatossága, srácok, egy hónapon belül. Mi lesz ott? Ha nem lesz ott új kormány, új srác, aki ott fogja vinni a zászlót, akkor megint ez mennyire demokratikus ország? Az Európai Uniós vezetők, azok látják azt, hogy ezer sebből vérzik a globalista rendszer, valamit kell csinálniuk, mert ők is el fognak vérezni. Mit tudnak csinálni? Káoszt okozni. Mit tudnak csinálni? Háborús politikát folytatni. Ezek a nagyon okos emberek, akik megmondják, hogy te legyél transgender, meg legyél ez, meg legyél az, ezek az emberek, akik háborús politikát fognak, akarnak folytatni. Tehát ez egy utolsó nekifutás, ez egy utolsó óriási terve Obamáiknak, az összesen idáig felsültek. Talán egyel nem a 2020-as választásnak a befolyásolásával, de ez az utolsó tervük Obamáiknak, hogy
ha az oroszokat, már pedig azt látjuk, hogy az oroszokat azt nem fogják tudni legyőzni Ukrajnában. Tehát most már ez ha idáig nem sikerült, ezután sem fog sikerülni. Akkor nem tudják már máshogy menteni magukat, csak úgy tudják menteni magukat, hogyha káoszt csinálnak. Na most visszatérve erre a merényletre, amiről volt. Itt azért nem szabad egyből nyilatkozni, meg kell nézni a felvételeket, és le kell elemezni, hogy mik történtek. És látjuk azt, hogy azért Kennedynél is ugyebár egy ember lelőtte, ott volt, tehát elmentem a helyszínre, Dallasba, megnéztem azt a helyszínt, ahol le lehetett, lelőtték Kennedyt. Na, onnan, abból a házból, abból a sarok apartmanból úgy lelőni valakit mozgóautóban a 60-as években, nagyon profilak kellett volna valakinek lenni, nem. És akkor ugyebár aki lelőtte Kennedyt, azt meg utána lelőtték. Tehát szépen lassan eltűntek. Akkor vannak ilyen merényletek, amik voltak, és valaki benn van börtönben 30, meg 40 éve, meg 35 éve, és a mai napig nem mondja meg, hogy ki volt a felbújtó. Olyan szerek vannak, úgy lehet megmosni az embereknek az agyát, hogy ezek az emberek megcsinálják ezeket a dolgokat. Tehát szerintem, amikor valaki elmegy háborúba, akkor régen volt ez, hogy a zenével meghűjtették az emberek. Emlékszedek rá, amikor voltak ezek a zenék, ilyen katonai izék, énekeltek, azt az emberek mentek, azt lőttek, meg kaszabolták le egymást, azt meghaltak, felnyomták az adrenalint, meg felnyomták az izétüket, akaraterejüket, aztán elmentek, aztán meghaltak a izébe, meghaltak a háborúba, de azt hitték, meg úgy hitték, hogy ők egy értelmes dologért haltak meg, a politikusok meg leszarták. Szóval háború az baromi nagy pénz az Egyesült Államoknak, és én is azt hittem, meg én is elmentem még annak idején az Air Force-ba jelentkezni, és azt mondtam, hogy hú, de fasz a csávó vagyok, hogyha fölvettek volna. Nagyon nagy szerencsém volt, nem vettek fel az Air Force-ba, és ezek a katonai emberek, ezek azt hiszik, hogy jó dolgot csinálnak, de nem jó dolgot csinálnak. Elmennek egy másik országba, ahol lekaszabolnak embereket, azt se tudják, hogy kicsodák, azt se tudják, kinek van igazuk, és akkor itt az USA-ban levetítik el filmeket, hogy mennyire szép, meg mennyire jó, meg mennyire atya úristen, az kiderült, hogy nem is úgy van. Emlékszetek, amikor 1986-ban volt a Rocky 4 című film, aztán a Rocky Balboa volt benne, meg az a szőkehajú Pali, és eljátszották, hogy fú, az oroszok, mert a hidegháború volt, és kellett az, hogy az oroszokat legyőzik, ugyebár. Na most, ez kellett itt az USA-soknak, kellett itt, ez ebbe is benne van a politika, tehát a filmekben benne van a politika, ugyanúgy, ahogy a videójátékokban benne van a politika, ugyanúgy, ahogy bármi másban, mindenben benne van a politika, és ezt te nem veszed észre. Ezt akkor veszed észre, amikor évek után, valamikor 10 évre, meg valamikor 20 év múlva fogsz rájönni. Szóval itt Obamáék terve az, hogy a dollárt azt visszaszedik valahogy a világból, vagy esetleg bedigitalizálják a dollárt, Donald Trumpot valahogy elgáncsolják, vagy merényletet követnek ellene, és egyből nagyon gyorsan kidobnak egy vírust. És akkor az emberek nem mennek ki az utcára, és akkor úgy, ahogy van, de szó szerint megbénítják a lámpákat, a metrót, a kereszteződéseket, mindent nem lehet kimenni az utcára, mert vírus van, és onnantól kezdve az emberek nem tudnak kimenni az utcára, nem tudnak semmit csinálni, bezárják, mint hurikánnál mondjuk, bezárnak a benzinkutak, bezár mindent lezárnak, és megmondják azt, hogy most óriás káosz van, srácok, mert hogy jön a film, a kb. A Ne nézz föl című film, meg kell nézni, és akkor tudjátok, hogy miről beszélek, és akkor innentől kezdve az emberek nem fognak tudni mit csinálni. Na, ez egy olyan forgatókönyv, ez a vész forgatókönyve a Deep State-nek, hogy teljes, maximális megbénítás. És hogyha megnézitek Kanadát, és én már Trudeau-ról nagyon sokat beszéltem, hogy mennyire egy szemétláda utolsó, hát az én szememben egy eléggé görény. Láthatjuk, hogy mit csinált Trudeau, láthatjuk, hogy mit akar csinálni Kanadában. Ausztráliában is most már elkezdik majd nyomni ezt a izét, ezt a applikációval tudsz mindenhova menni, de ezt Ukrajnában is be akarta vezetni, ugyebár Zelenszky. Teljesen, tehát maximálisan őrül itt a globalista oldal, mert 1000-1200 sebből véreznek, és mindent át akarnak tolni, amit csak el tudsz képzelni. De
itt megmondta Kissinger, hogy ha ugyebár Kína, meg az oroszok, meg Irán összeáll, akkor itt az Egyesült Államoknak leszeltek. Az Egyesült Államok gazdaságát meg csak úgy lehet majd esetleg rendbehozni, hogy hát igenis, csak úgy lehet az Egyesült Államok rendben, hogyha ez a politikai rendszer el fog hasalni. Na, visszatérve erre a merényletre, ami volt, mert kicsit itt össze-vissza ugrálok a témák között, már elnézést, csak én mondom, ez nekem nincs fölírva, vagy nem újságíró vagyok, én nekem nem erről szól az életem, csak azért mondom, hogy ti jobban lássatok. És nézzétek meg, hogy amikor ugyebár felrobbant az a gázvezeték is, ugyebár ami Németországba ment, az se derült ki, hogy kirobbantotta föl. Amikor én beszéltem róla, és erről beszéltünk, én búvárkodom úgy elég sokat, és mondtam, hogy azért oda egy sima búvár nem tud csak úgy lemenni. És amikor emlékszetek rá, hogy ez a és akkor megint itt van a másik, figyelj, hogy, de aztán a merényletre visszatérek, megint itt van a másik, hogy ez a, mi volt ez a kapszula, Ocean, nem tudom mi volt a neve, valami Ocean, valami, ami összeroppant, amikor vitte le az embereket. Olyan szonár, olyan hallórendszerű bóják vannak lerakva a víz alatt, hogy a katonaság szinte mindent meghall a víz alatt, mindent. Na most, ha ez a dolog így összeroppant a tak, és meghallották, akkor szerinted nem tudják azt megmondani, hogy milyen hajók, milyen emberek, meg kik voltak azok, akik ezt a vezetéket ott felrobbanták. Pontosan tudják. A military az olyan szinten hallgatózik a víz alatt, hogy atya úristen, bazdmeg. Atya, és bármi történik, olyanok, mint a mesefilmben a Quadlipi, aki megy a sajt után. Egyből ding-ding-ding, valami történik, azonnal kell menni, mert a katonaságban várják, hogy esemény legyen. Várják, teli vannak adrenalinnal, edzenek, lőnek, buvárkodnak, készülnek, valami van, akkor jövünk és csináljuk. Ez ugyanúgy, mint a túlkapások a dussában, amikor 5 rendőrautó kimegy egy helyszínre, azt a Pali azt kérdezte meg, hogy mennyi az idő, a másikra nem volt órája, aztán mit tudom én, összevesztek valamit, azt már rúgják ki az embernek a lábát, basszák le a földre, mert túrkapás van, mert teli vannak adrenalinnal, meg hát meg egy csomó növekedési hormontól kezdve, mindennel, tudod, föl vannak izélve, és akkor már várják, hogy valami történjen. Szóval azt, hogy azt nem tudják megmondani, hogy ott mi robbant föl, ez egy kamu. Ez egy kamu. Ez ugyanolyan kamu, mint a Balány légitársaság, az a ML370-es, vagy igen, ML, azt hiszem, ML370-es járata, ami eltűnt és belezuhant az Indián óceánba. Azt nem tudják megmondani. Hát hallod, annyi katonai bázis, eleve az USA-nak van ott 2 vagy 3 katonai bázisa, akik mindent hallanak. Plusz még más katonai bázis, és nem tudják megmondani, hogy hova tűnt az a repülőgép. Persze, mert nem akarják megtudni, hogy hol van az a repülőgép, nem akarják elmondani. Lehet, hogy nem is abba az irányba ment el, mert amit látunk a hírekben, az kérlek szépen egy hajszálló függő lószar. Tehát ezt valaki elmondta, megmondták, hogy mit kell beletenni a hírekbe, te bekapcsolod a dobozt, és ezt mondják neked, és te meg elhiszed, és ebből az alapinformációból indulsz el. Amikor kamu. Ez ugyanaz, mint beraknak egy szabályrendszerbe téged az iskolába, és az a szabályrendszer az nem azt mutatja meg, hogy lehet jól megélni, hanem az a szabályrendszer arra tanít meg, hogy ezt a szabályrendszert, amit neked adtak, ezzel te menjél tovább az életben, és építsél fel egy rendszert, ami nem a tied. És életed végéig adós leszel, dolgozol 5 napot, hogy legyen 2 szabadod, meg... Tehát ezek nem... Na, tehát... Szóval... A merényletre visszatérve, csak annyit akartam ebből kihozni, a merényletre visszatérve, most már így napokkal később látjuk azt, hogy azért itt kezdenek azért itt csúrdogálni információk, hogy mit mondott előzőleg pár nappal, mennyire nem akart ugyebár belemenni a meg békepolitika, meg ne menjenek fegyverek, meg a WHO, meg... Tehát nagyon sok olyan információ van, amik olyan teljesen véletlenül ellentmondóak a globalista oldalnak, és akkor a globalista oldal az szokott jönni, és hogyha nem tudja megoldani pénzzel, akkor majd megoldja erőszakkal, és ettől félek én, hogy Magyarországon is esetleg ilyen lesz. Én már egyszer mondtam, hogy a választások előtt mondtam, hogy oda kell figyelni, mert lehet, hogy lesznek merényletek, de aztán nem lettek, hála jó égnek. Viszont
itt ez az oldal, tehát ez az USA-s oldal, ez ugyebár megpróbálkozik először ezzel szépen, puhítással, azzal, behívjuk a nagykövethez a izéket, a influencereket, mert egy nagykövetnek pont az a feladata, ugyebár, hogy befolyásolja egy ország politikai helyzetét, és akkor azok az influencerek megmagyarázzák. Srácok, ezt az influenceres dolgot, hogy ezek az influencereket meg akarják mosni agyban, ezt már elég régóta mondom, akik nézik a videóimat, azt tudják. Most vagy valaki rájött erre, ugyanúgy, mint én, vagy valaki nézte a videómat és elmondta nekik, tehát biztos vagyok benne, hogy valamilyen úton, módon pont most jöttek rá arra, hogy figyeljetek ide, Magyarországon ezt kell csinálni, mert a fiatalok azok a legfontosabbak, és a fiataloknak kell megmosni az agyát, mert jönnek a választások. És ha ezzel sem megy a megborítás, akkor majd jön mással. Ha azzal sem megy, akkor majd lehet, hogy azt mondják, hogy figyelj ide, csak a NATO csapatok oda mennek egy kicsikét csak hadgyakorlatozni Magyarországra, azt véletlenül nem mennek ki. Azt ott maradnak az meg 30 évet, meg 40 évet, azt meg van borítva Magyarország, de most már annyira nem, tehát Magyarország volt a világ politikájának a megváltoztatója, és most már itt is, ha nézi valaki ezeket, mind a hazug tévéadókat, mind a nem hazug tévéadókat, vagy esetleg azokat a tévéadókat, meg ilyen independent hírforrásokat, Orbán benne van, srácok, minden másodikban, meg Magyarország. Minden másodikban benne van. Tehát na ez az ember, akit ugyebár, tehát itt a merénylet után jönnek az Európai Uniós választások. Na most egy ilyen merénylet után valószínű, hogy azért Fico az nem fog azért ott ficóskodni, tehát azért az itt kemény dolog, hogyha valakinek azért az életére törnek, az is kemény, hogyha valakinek megmondják, hogy 2 hete van hátra, vagy 3 hete, akkor gondolod el egy ilyen dolog, van családja, van mindene, és hogyha mondjuk egy ilyen ember meghal, akkor persze bekerül, meg hős, meg minden, de megy tovább az élet. Na most senki ne fizessen az életéért, ezt össze kell fogni, és el kell indulni ebbe az irányba, és kell, hogy lássa az egész világ, hogy miről van szó. Én még mindig nem tudom azt elhinni, hogy ez az ember egyedül cselekedett. Tehát ebben a dologban bűzlik, nagyon bűzlik nekem valamit. Az emberek nem így mozognak egy tömegnél. Az emberek nem így félnek. Hát nézed meg, hogyha igazából történik valami, tök egyszerű, csak nézed meg, hogyha egy villám becsap egy olyan helyre, ahol több ember van. Mindenki elkezd sipákolni, elkezd kifele rohanni. Figyelj, itt a... tessék, az Egyesült Államokban, amikor voltam, és a cápa az beúszott az emberek közé a parton, az emberek sikkoltozva üvöltöttek és jöttek ki. Nem, hogy amikor egy fegyver eldördül, ne vicceljetek már, és az emberek ott állnak. Tehát itt valami, vagy megvolt ez az egész játszva, vagy ez egy előre eltervelt dolog volt, és akkor így csinálták. Sem a biztonsági szolgálatos emberek. Tehát eleve ott, tehát olyan alapvető dolgok vannak, hogyha nézd meg, van egy security, van ott egy ilyen biztonsági ember, aki előveszi a fegyverét, előveszi a fegyverét, jobb kézzel szorítja a hasához, és bal kézzel takarja a fegyverét. Ennek mi értelme van egy ilyen helyzetben, hogy takarja a fegyverét? Tehát nem erre lennének ezek, tehát ezt nem értem, nem erre vannak ezek az emberek kitalálva. Akkor a másik ember nem is húzza elő a fegyverét. A harmadik ember az nem is ugrik, hanem úgy körben fut. Akkor rángatják a kordont. Nem, embereknek nem ilyen a cselekmény, nem ilyen a cselekmény az embereknek, hogyha káosz van. Nem ilyen. Tehát nézzél meg egy YouTube videót, amikor tényleg valami fel van véve, és valami erős dolog történik. Az emberek kétféle ember, az egyik az menekül, a másik meg oda megy menteni. Na most, és ezek azok az emberek nincsenek kiképezve. Ezek az emberek erre vannak kiképezve. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezeknek van szituációs lövös. Ezeknek van közelharc. Ezeknek van boxolás, birkózás, brazilian jiu-jitsu. Minden, amit el tudsz képzelni ilyen testőriskolában. Vezettem limuzint. Most, tehát volt kibaszott sok munkám. Nem azért, mert ennyit akartam az életembe, csak ez dobta az élet. Vezettem limuzint. Vittünk híres embereket. Ott
nem nagy dolog, 3-4-5 óra, most már nem emlékszek rá, lehet, hogy párszor, pár óra volt, hogy megmondták nekünk, hogy mit kell csinálni, hogyha helyzet van, hogyha akármi történik. Nem, tehát ilyen nincs. Tehát, ezeknek annyira benne kéne, hogy legyen a vérükben, hogy ilyen történik, hogy amikor ilyen történik, akkor reflexből csinálják. Tehát nem is kéne, hogy az agyuk megmondja a testének, hogy mit csinál. Itt reflexből kellene csinálni a dolgokat. El kellett volna, hogy próbálják ezt 500 ezerszer, most csak mondtam egy számot, de nézd meg, amikor annak idején ugyebár Ronald Reagant ugyebár megtámadták, és ott is volt egy merénylet ellene, hogy mennyi volt, pár másodperc volt ugyebár, amikor ott megvédték az elnököt. Semmi, de semmi az ég egy adt a világon nem történt úgy, ami naturális lenne ebben a helyzetben. Semmi. Egy embernek a mozgása. Az emberek lövöldözés után még ott álltak. Milyen fura. Senki más nem lőtt sehova. Senki nem sikoltozott, rohant el. Volt egy pali, nézzétek meg, van egy csávó, aki nyújtja a kezét, hogy kezet fogjon az elnökkel, és utána kimarad a keze, miközben már ott megy a lövöldözés. Tehát ez nekem, mondom, az én szememben, most nem tüskét keresek, csak az én szememben, ez nem adja össze magát egy ilyen szituáció. Hát ne viccelj már, az ember, hogyha ilyen történik, átrázza a hideg, elkezd félni, mint a barom, menekül, összeesik, tehát baromi sok olyan dolog van az ember életében, amikor te pánikban gondolod, amikor csak megijeszt valaki. Akkor mi történik veled? Nem, itt ez az én szememben, ez bárki bármit mond is, megnézhetjük a videót bárkivel, én elmegyek akárhova, bárkit, ezt le kellene modellezni, oda kéne vinni embereket, nem vagyok szakértő, csak józan paraszti észre próbálok gondolkodni. Nem szereplési vágyam van, mert azért sokszor olyan videót csinálok, hogy nem is vagyok benne arccal, pont emiatt, hogy ne legyen az, hogy most ez megmagyarázó ember, nem akarok megmagyarázó ember lenni, csak annyit akarok mondani, hogy aki esetleg ilyen szakmát dolgozik, az most már rakja föl a kezét, mert ezeknek szituációs helyzetben kellett volna gyakorolniuk, órákig. Tehát az lenne, hogy ugyanez a helyzet, amikor így egy elnök elsétál A-ból B-be, ugyanazt a helyzetet kéne megcsinálni mindenhol máshol, hogy már az elnök is tudja, hogy neki hogy kell odasétálni egy tömeghez, hogy tudják megvédeni. Ez nem csak, nehogy azt higgyétek, hogy ez csak a biztonsági őrökön függ, nem. Itt a védett személynek meg van mondva, hogy meg kellene, hogy legyen mondva, sőt, meg is kellene neki, hogy legyen tanítva, hogy menjen oda, tehát ki van az oldalán, mire számíthat. Semmi nem így volt. Tehát itt vagy ez az őrség, ez le volt fizetve, vagy ez meg volt játszva, vagy itt a másik oldalról ez az egy személyre rá lesz fogva ez az egész, de közben neki ott biztosították a helyszínt, tudták, hogy oda mentek. A másik fele pedig az, hogy egy olyan helyre, ahova rendszeresen megy az ember, amit előre lehet tudni. Mert ugyebár van nagyon sok olyan hely, ahova oda ment egy államfő egyszer vagy kétszer. Ezek a helyek, azért persze mindegyik hely nagyon kell védeni, de mondom, nem értek hozzá, mert nem voltam rendőr meg ilyenek. Csak annyit mondok, hogy egy olyan helyre, amit most mondjuk egy támadó már fel tud térképezni, mert oda tud menni többször, már többször járt ott, a hely az már bejáratott, és akkor ilyenkor az emberek egy kicsit lazábban veszik ezek a biztonsági előírásokat. Ez ugyanaz, mint te vezetsz az utcán, és vezetsz egy tök idegen helyre, akkor ugyebár az történik, hogy sokkal jobban odafigyelsz, mert arra még nem voltál. De ha napjában, vagy mit tudom én, az elmúlt 100 napban ezt az utat megtetted mindig, mit tudom én, napjában egyszer, akkor már tudod, hogy mi, hogy történik, hol lehet előzni, hol nem, melyik kanyar, hol jön, hol fogsz lekanyarodni, egyik lámpa hogy vált, másik lámpa hogy vált, sokkal jobban fel tudsz készülni a dolgokra. Én 99%-ra azt mondom, de még fogadni is mernék valakivel, ha kell $50, csak lehet, hogy soha nem fog kiderülni, hogy ez nem egy egyedüli támadó volt, vagy illetve nem is abban, hanem hogy ez az ügy nem úgy történt meg, ahogy nekünk ez be van adva. Tehát itt a háttérben biztos vagyok benne, mondom 99%, hogy itt valami a háttérben nem adódik össze. Következő.
látjuk, hogy Anthony Blinken utazik mindenhova, mindenkivel is találkozik, a NATO fő-fő fejese az megmondja, hogy az oroszok azok most már ki fognak fingani, már nem fognak tudni előre menni. Figyeljetek, a pénz, follow the money, a pénz az választások előtt a legfontosabb. Az ukrán gazdáknak nem véletlenül fogadják el a dolgait, sőt, még az Európai Unióban lassan azt se kell feltüntetni, hogy mi van azokban a dolgokban, amiket mi megveszünk, és Ukrajnából, ahonnan mondjuk jönnek ezek a termékek, nem tartják be az Európai Uniós előírásokat, sokkal olcsóban is tudják adni, vagy esetleg sokkal többet tudnak belőle adni. Ki van mosva ez, hogy Ukrajnában levő amerikai cégek azok óriási bizniszt csináljanak, mert ez a pénz visszamegy a politikába. Tehát ezt most már évek óta mondom, hogy bárkit beraknak bármilyen szerepbe, bármilyen politikai helyzetbe, az ki fogja bosni a pénzt. Meg van neki mondva, ez van Magyarországon is, a baloldallal, az ellenzékkel, ez van mindenhol. Tehát, és az USA-ban is a fegyvergyár, a gyógyszergyár, tehát figyelj, a Pfizer, az összes gyógyszergyártó cég az elképesztő mennyiségű pénzt csinált a koronavírussal. Most azért ne sértődjön meg az Ursula von der Leyen, hogy üzenetbe megkötötte a szerződést, mert megmondták neki, hogy meg kell kötni a szerződést, mert itt olyan pénzekkel kell játszani, mert jönnek a választások. És ezeket a választásokat is csináltam egy videót 2019-ben csináltam a videót, az meg már akárhogy is nézzük, mit tudom én, 4 éve volt, vagy mit tudom én, 4,5 éve, és talán szóról-szóra azt mondtam el, hogy most olyan dolgot fogok mondani, aminek nem fog örülni, mert ez a koronavírus, ez tök véletlenül a választásokon jött, és valószínű, hogy a te országodra, a harmadik országban is, a negyedik országban, meg az ötödik országban is így akarják elcsalni a választást. Ez volt az én véleményem. Na most látjuk azt, hogy itt azért ezek a dolgok bejöttek. Ha postán kell szavazni, akkor a választás befolyásolható. Máshogy is persze, egyértelmű, tudom, most itt azért megmondják itt az Orbán-ellenes emberek, meg az Orbános emberek, meg a tudom, az Orbán lop emberek is megmondják, hogy jaj, de akkor ez meg az, meg az. Ti, akik most azt mondjátok, hogy jaj, hát el lehet csalni, így is a választás, meg úgyis, ti voltatok azok, akik először rohantatok az oltásért. És most kiderült az rólatok, hogy hát akkor várjál már, ez az oltásos díj, ez akkor mégis politikai vírus volt. Nem mondom, persze Magyarországon is a magyar kormány mondta, hogy oltsák be magukat az emberek. Most már megint egy jó pár információt, és annyi emberrel ismerkedek meg a YouTube alapján, különben a Rumble-ön is fönn lesznek a videók, sőt, talán ott még vadabb videók lesznek, mint itt a YouTube-on. Iratkozzatok fel a Rumble csatornára, egy szíves István Dániel. Iratkozzatok fél éces arra a csatornára is, mert ott lehet sokkal keményebb és vadabb dolgokat is beletenni, ugyebár ezekben a videókban, mert itt azért YouTube-on eléggé letiltják az embert. Tehát most már olyan emberek is írtak nekem, akikkel soha büdös életben nem találkoztam volna, és nem is kaphattam volna tőlük információt, hogy igenis, ahogy mondtam az egyik videómban, igenis, az oltások és oltás között is különbség volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanabban a dobozban levő, ugyanolyan oltás, blablabla, bla, bla, az nem ugyanolyan volt, mint a mellette levő. És mindennel összefügg, srácok. Mindennel összefügg, és annyi pénz kell, és egy olyan terv kell a globalistáknak, hogy életben tudjanak maradni, amivel az egész földet meg kéne, hogy buktassák. Erre nem lesz lehetőség. Elképesztő rövid az idő ahhoz, hogy ők bármilyen tervel, olyan tervel előjöjjenek, amivel Kínát, meg Oroszországot, meg a többi országot meg tudják esetleg buktatni.